Vizimában érdekesebb dolgok történtek. Mágikus anomáliák. Igen, szívesen venném segítségedet. De visszatérve a te egészségedre... Azt hittem, teljesen rendben vagyok. Testileg semmi bajod. A lelked miatt aggódom. Na. Magyarázd meg. Bele kellett néznem az elmédbe, hogy megtudjam, milyen mérgeket vettél be ezúttal. Bizonyára mást is megnéztél még. Nyaja. Nagyon hangosak voltak a gondolataid. Vissza tudod állítani az amnéziámat? Nem hiszem, hogy bárki is képes lenne erre, de van egy kis esély. Egy kis esély mire? Az csak a hasznodra válna, ha egy biztos személyiséget alakítanál ki magadnak. Vagyis? Geralt, kérlek, ez nagyon fontos. Csak mellőzd a tudományos szöveget. Foglalj állást a világ problémáiban. Nem érdekes, hogy hova állsz, csak válasz egy oldalt. Egy erős meggyőződés segíthet visszakapni emlékeidet. Csak mondd el, mit láttál. Nem. Azt akarom, hogy magad dönts, ki vagy te valójában. Anélkül, hogy visszatekintenél a múltba. Nem kellene érdeklődnöm a múlt iránt? Pontosan. Emlékeid vissza fognak térni, ha itt lesz az ideje. Hát, meglátjuk. Geralt? Mik ezek a mágikus anomáliák? Ez nem rossz. Tényleg, kihez beszéltél a tükrön kihez keresztül? Kihez beszéltél a tükrön keresztül? Hallottad? Varázsló ügy. Nem fontos. Ja, persze. Komolynak hangzott. Pár ígéretet kellett tennem, hogy megtudhassak egy-két dolgot a szalamandráról. És mégis... Bíz bennem. Triss úgy hazudik, mint a vízfolyás. Ő egyébként, Triss, ő a könyvekben egy ilyen... Hát hogy fogalmazzak szépen? Halvérű lány? Vagy kétszínű? Vagy az a R betű szó, ami ibancra végződik? De jó szívű, csak az. És itt meg hazudik, mint az állat, mert most nem a szalamandrákról akar többet megtudni, ez biztos. Hogy jutottál ide? Hazudj hogy valamit? Jutottál ide? Amikor ti elmentetek üldözni a... Ami hasznosnak bizonyult. Nos, úgy döntöttem, hogy nem a szokásos módszerekkel fogok a szalamandra nyomába eredni. Hanem? Valami eredmény. Nagyon is jók. Mindenről idejében fogsz tudni. Miért nem most? Hogy megkapjam ezeket az információkat, meg kellett ígérnem, hogy nem mondom el neked őket. Türelem. Miért nem mondod el? Mik ezek a mágikus anomáliák? Lehet, hogy az igaz gonosz okai. Mikor utoljára így éreztem, te és egy varázslónő játszadoztatok egy dzsinnel. A fél város megsemmisült. Yennefer. Nagy veszélyben volt mindenki. Nem emlékszem semmire. Ezek mágia érzékelők. Helyezd el őket Vizima körül. Segítenek megtalálni az anomália forrását. Jó, megcsinálom. Persze, elintézem. Mindig segítőkész. Hát mire valók a barátok? Van egy üreges fal a kereskedő negyedben, közel a városházához. A másodikat a templom negyedben, a csatorna bejáratához tedd. A harmadikat pedig a vizimai temetőbe. A háromszögelés a leghatékonyabb módszer. Oké. Okay. Viszlát. Majdnem elfelejtettem. Mit? Leo Warden, egy kereskedő, látni akar téged. Fogadásokat tart az új Narakordban. Nem szeretem a fogadásokat. Minden fontos ember ott lesz. Nos... Beleértve add a hercegnőt, akit megszabadítottál az átoktól. Ó! Tűnik, igencsak érdeklődik irántad. A striga. Talán. Én is ott leszek. Rendben, meggyőztél. Este 6-kor. Tessék az engedélyed, amivel bebocsátást nyerhetsz a kereskedő negyedbe. Milyen engedély? Engedély. A karantén mellett a hatóságok bejelentették a hadi állapotot is. Szuper. Hogy nem vettem én észre? Csak a kereskedő negyedben, ahol te nem jártál. Mi köze van ennek az engedélyekhez? Csak a negyedben lakók kaphatnak engedélyt, nekem pedig van itt egy házam, tehát én hozzájutottam. És mi a helyzet az enyémmel? Bejegyeztettelek, mint nálam vendégeskedő szemét.
Hamisan, természetesen. Emlékszel, hogy beszéltünk a hovatartozásról? Természetesen. Mire jutottál? Még mindig csak tervezek. Geralt? Mi van az engedélyekkel? A karantén mellett a hatóságok bejelentették a hadjárat. Ezt az előbb, igen, ezt az előbb, jó, jó. Oké, oké, viszlát. Viszlát. Ha! Tehát, akkor még mindig a városban vagyunk? Ez mi? Ez micsoda? Varázslók és varázslónők, Marcus Marcellinus. Igen, és meg is varázslók itt meghaltak az... Igen. Angelindis, aha, igen, Thalentinus után. Ez is benne van a könyvben, srácok, aki nem olvasta volna, ugye itt láthattuk több nevet is, tehát ugye látszik, ugye Foltest király, Philip Eyhart, tehát itt igazából az utolsó fejezet, tehát a Thalentinus lázadás után néhány varázsló igen fontos vált, Philip Eyhart megerősített a Redanian udvarban betöltött pozíciót. Az a lényeg, hogy itt egy pici ilyen, ahogy a Francesca Findabar, ez is szintén csak a könyvekben tűnik fel, a Virágok völgye, tudjátok, ez a... Mindegy, most nem, majd úgyis ki fog derülni, gondolom itt is. És itt láthatjuk, hogy akkor Triss Merigold nem más, mint Foltest király udvari varázslónője. Találta egy teleportot, hova szeretnél menni? Kánstein labor, mocsári torony, itt maradnék. Ó, ez egy shortcut. Most én hol vagyok? Kereskedő negyed, ahol hadi állapotok vannak. Azt mondja, el kell pusztítanom a vízem a városában otthonosan mozgó szalamandrákat. Titokzatos talán most már beléphetek a toronyba. Elhelyeztem azt is, elhelyeztem. Ez a küldetés még nincs kész. Triss rá kell venni, menj el a Lövárden fogadására, új Narakot első emeletén lesz az összejövetel és a forrás. Érzékel, mágikus érzékel, három mágikus érzéket kell helyeznem, egyet a városházán, egyet a csatabát, harmadik pedig a temető. Jó. Már is megcsináljuk ezt a küldit. Elhelyezzük ezeket, és akkor tudni fogjuk, hogy honnan van a forrás ennek a mágikus energiának. Nézzük, milyen ruhái vannak. Semmi, csak sör. Engem. Meg érdemes egyébként elolvasni. Itt a Riviai pogrom. Ez a Riviai pogrom, ahol Geralt meghalt a könyvekben. Így van. Dős tömeg utcára vonult, bárki, aki más tető mindenre elkapták, törpöket, üdiket, mind megölték. Ilyenkor ennél szokott az emberek kihasználtak az őzat, fosztogattak, nőket arrosszakoltak, szégyen teljesen beismerem, hogy nem sokan álltak ki az üldözöttek mellett. Nem úgy a híres Riviai Geralt, aki egy vasvillával szúrtak le, miközben védte a barátait. Több állt, ha nincs Triss Merigold, varázslónő iszonyatos erejű vihart küldött a lincset, csak az erős feladat tanítottam, hogy mit tenni Geralt, vagy bent, azt nem tudom, ugye ők átlettek, úgymond teleportálva egy ilyen béke, úgynevezett béke szigetére, itt egy zárt ajtó, itt valami Triss Merigoldit őriz, majd lebuktatjuk, hogy mit. És akkor lényegében a könyvekben benne van Alvin, a kisgyerek? Nincs. Egyáltalán nem, nincs, nem ismerős. Abszolút. Te! Állj! Igen? Az engedélyed! Túlzásba viszed ezt az engedélyesdit. A királynak jaj, add már oda neki, Geralt, ne legyél a már hülye. A király visszatért. Nem, de minden új rendelet az ő pecsétjét hordozza magán. Üdvözlet. Hát, ha nincs itt a király, akkor ki hozza a rendeleteket? Milyen új rendelet? Hát ha nincs király, akkor nincs rendelet, nem? Vagy van, amit rosszul tudok? Habár nem szeret belekedni a politikába, ó, persze, hogy nem, úgy érzem vízimában ez lehetett lesz, mindesetre nem keresem, vagy akkor még mindig vízimában vagyunk? Kicsit örültem volna, ha kijutunk vízimából. Mondjuk ez egy másfajta negyed. Ez most máshogy néz ki.
Egész kis pofás városka. Ó, tök jó. Mit mondtál? Ti mit csináltok itt? Ez mi ez a szekér műzére és itt? Mit csinálsz? A szükségállapot azt jelenti, hogy figyeljük az olyan alakokat, mint te. Ja, értem, tehát ez egy akármi. Triss házának bejárata, ez egy hátsó bejárat, ez volt zárva. Ez az elit negyed. Kérlek szépen, ez a kereskedő negyed. Kereskedő negyed. Régi kohó. Veszélyes lehetsz, ha még a hátadon is fegyver van. Hogyne. Pillanat. Mit, most én mit csinálok? Forrás. Akkor ez hova vezet? De ott nem tudtam elmenni, vagy el lehet ott is menni? Ja, de el lehet menni. Jaj, rossz irányba jövök. Oda nézzetek! Udvari bolond. Ó! És a group. Tök jó. Tudod, hol a hova lett kökörcsin? Vagy ők csak átjöttek inni, és akkor ment mindenki a dolgára? Miután benyomtunk velük, mint az állat, utána nem nagyon tudok. Ó! Gyújtfajta növény. Nem nagyon tudok róluk semmit. Nagyon templomos lovag felszerelésük van. Ez jó. Piac. Na. Ez homok vagy só? Textiláros. Köpök az átkozott spekulánsokra és uzsorásokra. Jól teszed. Átkozott legyek, ha elégedetlen. Üdvözöllek. Nemes italok és más áruk. Esetleg alkohol. Palackozott víz. Adjuk már el, mert ezt a helyet foglalja itt ez a rengeteg alkohol. Minek ennyi pia? Ezeket a söröket megtartom, ez nem kell. Nem, nem. Nem, nem. Barnát is eladjuk, mert minek? Na, egy kis hely. Csini kis negyed, igen, ez egy másfajta terület, mint az előző. Miért ilyen drága? Bár picit ilyen bezárva érzem magam. Azt hittem, hogy majd most jön valami zerikániai kereskedő. Valami nyitott terület, de nem. Zerikániából. Illatos gyökerek. Zerikániából? Zerikániából. Nem tűnsz zerikániainak. Ez hogy mondja ki? Nem tűnsz zerikániainak. A király emberei adnak el a király sörből. Szarik a medve az erdőbe? Puszták növényei. Ezt már olvastuk, akkor ezt megvesszük, hogy tudjunk növényt szedni. Van nála a vörös rózsa, az jó, mert azzal lehet udvarolni a lányoknak. Mert ha értitek, mire gondolok. Olvassuk el. Farkas aloé, tökvirág, verbéna, mészívó, írásétse. Jó. Tökvirág. Mézszívó. Kétféle virágot fogunk tudni újdonsülten leszedni. Úgyhogy... Hajs, nem tudom neki visszaadni, de kár érte. Na mindegy, beszéljünk az alkimistával. Ha jártas vagy a titkos tudományokban, különösen ha alkímiában, érdekesnek fogod találni a kínálatomat. Igen. Mutasd. Ásványok, esélytalálható anyagok, amiket alkimista lehet beszerezni. Jó, megvesszük. Ez nem érdekel. Mit lehet neki eladni, ha el lehet neki adni a könyveket, ezeket viszont már akkor eladjuk neki. Aha, azt még nem olvastuk el, mindjárt elolvasom, azt eladom neki. Sáv, na ezen is sok kalcium, mekum, foszfor. Pirított gyöngy, pirit. Ó, egészen sok mindent felfedeztünk, királyvíz. Higanyoldat. Ah, hát ez mind kell ahhoz, hogy jó főzeteket csináljunk. Csomó mindent felfedeztünk. Tök jó. Tök jó. Ez nagyon jól meg van csinálva ebben a játékban. Borzasztóan tetszik nekem, hogy így külön meg kell venni a könyvet, és Geralt így tanulja meg ezeket a dolgokat. Tehát nem ilyen, nem az, hogy magától készítesz tudja. Készítesz főzeteket? Nem. Egyszerű kereskedő vagyok. Viszlát. Csá-csá.
nagy kereskedő. Szükséged van egy kis sóra. Felhalmoztam egy tucat kocsival. Hogy ne kéne só, mint Witcher, imádjuk, aha. Ja, ezt mind megvetted? Az de jó neked. Na jó. Hol van az érzékelő helye? Rakjunk le egy mágikus érzékelőt, az a tuti. Ott egy bank, fogadjunk, hogy Wimme Vivaldi ott le... Ja, de nem lesz ott, mert csődbe ment. Ugye a könyvekben ő dúsgazdag, de itt a játékban úgy látom, hogy le van gatyásodva, de kőkeményen. Ahogy nem lehet kimenni. De ki lehet, halleluja. Hova kell tenni az érzékelőt? Ide? Aha, a forrás. Nézzünk már be ide a bankba, kíváncsiak, hát ha lehet fölvenni egy kis akármit. A Witcher 3-ban volt egy párbeszéd opció, amikor így 500 aranyot hozzád vágott Vivaldi. Igen, itt Wimme Vivaldinak kéne ülnie. Bankár. Igen, ebben igazad van Julien, hogy ez lényegében így a logikai határ mentén így tök jól mozog. Nem lehet vele beszélni, hiába kattintgatom. Hát akkor bitch. Azt mondták nekem, hogy figyeljek azokra a szalamon. Jó, figyelj azokra. Igen, hogy így nagyjából mindent újra kell tanulni. Érdekes amúgy. Érdekes, mert már több ezer orrent elköltöttem könyvekre, most is már 3800 orrára leestünk vissza. Azt mondja, hogy... Igen, ez egy Vivaldi bank. Elhelyeztem az első szemben, ami kettő van hátra. Csináljuk a szenzoros elhelyezéseket. Utca a falak mentén. Tök jó. Később vissza tudod szerezni Vivaldinak a bankját. De jó. Mindenképpen segítünk neki visszakapni a bankját. Ha egy törp megérdemli, akkor az ő. Itt egy halaskofa. Nem tudsz valami pletykát? Üdv! Sügér, lepényhal, vagy talán egy finom csuka? Te halat árulsz? Így van. Úgy kérdezte valamit, hogyha nincs rajtad gatya. Tudom, hogy füstölt angolnára vágysz. Kérlek, tekintsd meg a portékámat. Örömmel fogadnám. Szeretem a hal illatát. Néhány piaci stand üresen áll. Igen, sok árus csődbe ment, amikor megemelték az adókat, hogy abból támogassák a sereget. A másfajúak a gettóba költöztek. A többi kereskedő pedig fél a banditáktól és a szörnyektől. De jó, hogy ezt beletették a játékba. Nem sok vetélytársad maradt akkor. Nem, mintha bárki is versenyre kelhetett volna a termékeimmel. Sokat fektettem ebbe az üzletbe. Sok szerencsé. Tök, hogy ezt beletették a szeretem könyvben is. Ahogy így Geralton néha átcsop a háború, így a front, és néha belelát egy-egy ország hátországába, ugye Nilfgaardból is jönnek a pletykák, hiába a hatalmas fekete sereg. Iszonyatos költségei vannak a háborúnak, ráadásul nagyon elnyúlik a front, nagyon messze kerül Nilfgaardtól a fő csapásmérő erő. Tehát a fő csapásmérő egységei nagyon messze kerülnek Nilfgaardtól, és emiatt úgy megnyúlnak az utánpótlásnak, és olyan drágává válik a háború, hogy elkezd kijönni az, hogy több kereskedő közben Nilfgaardban csődbe megy, hogy egyre nagyobb gazdasági válság van Nilfgaardban az északi háború miatt, tehát hogy valójában a birodalom az kezd megrogyni, és tök jó, hogy ezt beletették, hogy például itt is egy csomó standnak be kellett zárnia, mert itt is ugye északon is meg kellett emelni az adókat, tehát nem csak Nilfgaardnak volt rossz, hanem nagyjából mindenkinek, de ez itt tök jó. Az nagyon-nagyon érdekesen le volt írva. Még soha egy könyvben sem olvastam ilyet, hogy megy egy háború, és akkor itt hogy az adózás az mennyire rossz. A cég küldött? Senki sem küldött. Bocsáss meg! De! Elkergettek a piacról, mikor nem akartam csatlakozni a céghez. Csak az érdekel, mit tudsz ajánlani. Bocsáss meg az előítéletem miatt. Kérlek, nézz ide! De érik Vivaldit, de Vivaldinak rengeteg a pénze, ezért nagyon sokan, de védik is. Tehát az emberek közül nagyon sokan védik is őt. Tehát megpróbálnak belekötni, de azok nagyon rosszul járnak. Miért nem csatlakoztál a céhez? Miért nem csatlakozol a céhez? Valaki megpróbálja átvenni a cé felett az uralmat. És én utálom, ha arra kényszerítenek, hogy valakinek ingyen adjak fegyvert, míg más ne szolgáljak ki. Ki akarja átvenni a C irányítását? Valaki komoly kapcsolatokkal. Még a leggazdagabb kereskedők is beijedtek.
Hatalmas mennyiségű fegyverre van igény, így vagy Jacques de Aldersberg, vagy a király áll a háttérben. Jacques de Aldersberg. Ezt nagyon sokszor hallottam ezt a nevet. Ki a fene az a Jacques de Aldersberg? Itt van nála az 5000-es kabát. Kabátka. Alapvetően megvédi magát egyébként Vivaldi. Tehát ezzel nincs probléma. Mahakami zsoldosok védik, de nem annyira hülye, hogy csak több zsoldosai vannak. Vannak emberek is, hogy nehogy azt higgyék, hogy ez egy ilyen másfajú komuna. Ez egy kurtizán. Ott egy hirdető tábla, itt lesznek a missionök. Hú, de jó. Kivesszük mindet és mindet fölvesszük. Szurcsóhós felhívás. Kokorix. Fléder. Vannak gúlok. Kikimórok, hoppá! Na, vele rád a város ura, jutalmat ad a polyapuszat, tök jó. Keresd a fogadóst, okés. És ez micsoda, a felhívás grévirekről. Foltes Krén, ne jöjjön vele rád, jutalmat ajánl. A grévirek gyilkosa. Jó. És akkor ezeket kihaigáljuk. Így. Oké. Okay. Temető felé majd ki kéne menni. Manufaktúra. Nagyjából mindenhol jártam. Aha, még a városházán nem jártam. Meg a régi kohót nem néztem meg. Kereskedőkapu. Mindegy, most itt menjünk ki erre. Csak kikimorokatnál, nem jó fájt? Ezek szerint. Witcher 3-mal játszok, és kezdtem, hogy az istenét nem tudok megcsinálni. Na, melyik questet nem tudod megcsinálni? A harmadik Witcherben. Ennyi fegyverrel én elkerülném az őröket. De hogy kerüljük el az őröket? Ez a manufaktúra? Vagy ez csak egy sima ajtó? Szegény lány. Ó, de jó. Kerítés szaggató. Élezőt elvisszük. Hallottad, milyen árat követelnek? Nem, nem érdekes. Ezt elvisszük. Játék elég, amikor a parasztokat kell védeni, akik hullarablást csinálnak, gúllal kellem. Tudom, miről beszélsz, amikor az erdőből jönnek elő a gúlok, egy csomóan. Velerád mostanság megőszült látsz. Eléjük kell futni az erdő szélén. Nem szabad hagyni, hogy beérjenek, és akkor nem halnak meg a helyiek. Azok a parasztok, akik ott tácsorognak. Eléjük kell futni. Kicsit melagyadra mentek egy idő után, elhiszem. Elhiszem, mindjárt megnézzük mi is, hogy mi az. Itt a műhelynek valamilyen bejárata, valami manufaktúra van itt. Az NPC meg a harmadgyengék. Az a helyzet, hogy oda kell ugrani, le kell, én úgy csináltam meg, hogy leraktam Irdent, meg akit tudtam, azt ellögdöstem, arrébb. Úgy értem az ellögdösést, hogy Árdal, meg Irdennel lelassítottam őket. Hát igen, próbálkozós, de nem lehetetlen. Nem lehetetlen a megcsinálása. Nem merj megszólalni. Az erdő szélében meg is kell őket fogni, ott, ahol konkrétan szpónolnak, állj oda, és már kezd is el őket ölni. Volt, de az errakániai mesterek ismét majdnem elszúrták. Viszketett az orrom ott. Légy óvatos, a pirit katalízise nem tréfa dolog. Tüsszentettem. Még mindig itt vagy? Mi az Istenről beszélnek ezek? Mikor először beszéltünk, említetted az errakániai mestereket. Az acél rejtélyét egy errakániai könyv segítségével akartam megfejteni, rosszul mondják. De szívesen elcserélem valami másra. Mint például? Vörös meteorit ércre a kutatásaimhoz. Melyik könyvet? Az errakániai.
Valami a robbanóanyagokról. A szinkron színészetnek A betűvel adták oda, a zerrakániait mondanak Zerikán helyett. Ez nagyon durva, na mindegy. Vörös meteorit, tessék! Ó, az érc! Talán végre beindíthatom a reakciót! Sok szerencsét. Indítsd! Ó, bocsáss meg, itt a könyv! Köszönöm. Csak nem bombát tanultunk megcsinálni. Viszlát. Legközebb találkozunk, megpróbálom. Zerikániai alkémia. Alábbi formáját találtatok meg, király és királyné detonáció után a bomba mágikus fényelet kelt. Sebesült ellenség akut fájdalmat érez. De jó. Bocsánat. Jó. Oké, tudunk bombát csinálni. Erre már nagyon vártam, hogy tudjunk. Megérte bejönni ide. Jó, nézzünk még fel itt az emeletre, mi a helyzet itt. Azok a ködárnyak kemények, de ha rájössz a taktikára, akkor már egy idő után nagyon egyszerűek lesznek. Jó, ezek meg már nem érdekelnek, menjünk le. Oké. Akkor mehetünk tovább. Van bomba receptünk, ami very good, mondanom sem kell, mennyire király. Itt egy éj királynő háza, közben tolunk egy mentést, mert a fene tudja, mikor volt utoljára. Mi az, hogy éj királynő? Ki az éj királynő? Ez mi? Ilyenkor ezt miért csinálja? Itt egy kurtizán. Hello. Csak felső osztálytagjait szolgáljuk ki. Ó. Tehetős kerekedő városi tanácsnok. Hát ez elég érdekes buli, itt egy csomó prostitúció, és egy csomó kurtizán, meg itt ezek a politikusok, na mindegy. Ez egy kecsketej? Ezt elvisszük, az jó. Ha ismernéd a feleségemet, megértenéd, leginkább az a kék szemű tetszik. Ha ismernéd a feleségemet, megértenéd, hogy miért vagyok itt. Baszki. Az arra. Innen ki kellene tiltani a köznépet. Üdvözlet, uram. Üdvözlet, kékszemű. Mit szeretnél? Talán beszélgessünk. Oké. Cassano szerint a beszélgetés a legjobb előjáték. Már egyből itt tart. Jó. Miről álmodozol, kékszemű? Szeretném, ha az éjszaka sosem érne véget. Nem a lovagról, aki fehér lobon érkezik, és egyéb marhaságokról? Ja. Nem vagyok amolyan átlagos lány. Mindenki ezt mondja? Veled tölthetném az éjszakát. Örömmel, fehér hajú, de előbb adakozz az éjszaka házának. 500 orent. Hülye vagy? Hát annyit csináltam az előbb vihart a mocsárba. Hát annyit biztos, hogy nem ér. Nekem, hogy átbekállítottam az erőcsepe. Csak az volt a kemény benne, hogy együttés és mínusz fél HP, és általában is kettő csepe. Így van, Ramolian, az egy nem egy rossz taktika, de ja. De nem hülyeség az, hogy már bombákat is használsz. Mindent kell, bombákat, jeleket, dodzsolásokat, mindent. Tehát lehet neki mutatni valamit, hogy ezt nézd, mert mit mutatunk meg neki. Azt fogja mondani, hogy viccelsz? Vicceskedsz? Ezt mondtam. Lesz egy elég érdekes. Ülés innen, nyavajás! Oda nézzetek, egy vérbeli. Egy vérbeli. Hát ilyenekre találták ki ezeket a szavakat. Na, szia! Testőr. Zárva vagyunk. Az éjszaka hölgyei nem fogadnak akárkit. Egy vicsörcsöm? Hoztam valamit az úrnődnek, amúgy semmit nem hoztam. Hoztam valamit az úrnődnek. Akkor menj a bordélyba. Na, tűnés! Ez nem egy bordély. Ez az éjszaka háza, nem holmi toprongyos csavargók gyülekező helye. Van elég aranyam. Engem nincs. Nem tudsz megvesztegetni. Na, nem is állt szándékomban. Nem is állt szándékomban. Ez mi a búbánat? Most véged! Miért kezdett el ütni?
Meg foglak ölni, te fattyú! Pedig azt mondtam, hogy nem akarom megvesztegetni, amúgy menni akartam tovább, nem itt ezt halálra verni. Na de hát mindegy. Reméljük ki lehet hullalni, lootolni itt a hulláját. El vagyok átkozva. Gyere be! Micsoda, fantasztikus dolog, tehát el kell verni a kidobót, ha be akarsz menni a prostituáltak házába. Neki is meg kell mutatni, amit a csajnak. Hát a csaj nem örült neki, hát akkor a faszikám. Ott az éjkirálynő. Kegyelmes nővér. Ha? Milyen icipici kis ágyikó van ott. Nem tudom, ott kifér el. Hello? Milyen udvariatlanság csak így hivatlanul betolakodni. Üzleti ügyben jöttem. Az a riviai Geralt, akit ismertem, egy előzékeny Witcher volt. Bocsáss meg, hölgyem, elveszítettem az emlékezetemet. Nem találkoztunk még. Csak nyomon követtem ja, a cselekedetet. Pont ezt akartam mondani, hogy nem emlékszem rá. Miért érdekeltek téged? A szeretőm a barátjának tartott. Akkor halt meg, amikor neked segített egy hatalmas ellenfél elleni csatában. Mi szél hozott? Milyen szeretőd? Milyen, ki volt a férfi? A múltról beszéltél. Mesélnél az életed férfiáról. Ja, értem, nem hát ha jobban értékelte volna. Volt, de ettől még a barátod volt. Á, ja, inkább megvertem. Regis túlságosan oda volt az italért. Á, Regis, a vámpír. A magatartása majdnem a végét okozta. Dühös parasztok támadtak rá. Miután meggyógyult, zárkózott lett, egészen addig, amíg megismert téged. Sajnos semmire sem emlékszem. Ne aggódj. Méltányolom, hogy halálakor volt egy igaz barátja. Igen, egészen nagyon jó arc volt. Szívesen eltök egy éjszakát ezekkel a gyönyörűségekkel. Hát Geralt ilyet never ever mondana, de hát... De szívesen eltöltenék egy éjszakát ezekkel a gyönyörűségekkel. Felejtsd el, hogy Witcher vagy. Légy inkább a barátunk. Bocsáss meg, hölgyem, de nem értem. Légy türelmes. Idővel megérted. Micsoda? Te ki vagy? Az éjszaka királynője. Valóra váltom a vendégeim álmait, hogy kielégülten távozzanak. És üres erszénnyel. Valóra váltom az álmaikat. Nem merték be írni, hogy üres zsákkal. És az álmoknak megvan az ára. Isten veled. Bár itt az erszény az kétértelmű. Mutasd meg neki is. Neki már nem mutatom meg. Úgy se tetszene neki. Ez meg csak itt lekoppantott. Na jó! Ez itt uncsi, menjünk kifelé. A Caleb Mengénél az a quest az nagyon király, mert rengeteg dimeritium bilincset dobnak, és abból rengeteg dimeritium ércet lehet kiszedni, hogyha szétszeded a kovácsnál, úgyhogy azt a misert kifejezetten imádtam. Fogadjunk, hogy itt is fizetni kell? Nem. Azt hittem, engem vernek. Forrás. Szelmi, kettő van hátra. Még sosem jártam. Ja, dehogy nem. Temetőbe kell egyet betenni. Menjünk el a temetőhöz. Kikiáltó. Az most miért nem lehet itt elmenni, de... Igen... Merre van? Ah, itt balra. Nem lehet mindenkinek megmutatni. Megköpködik. Egyszer meg kell mutatni, aztán kész. Ha nem jön be, akkor hát ez van, akkor már sem kell próbálkozni. Nem mutassátok meg mindig. Ahogy látszanak már a háborús előkészületek, ez itt nem volt itt az előző chapterben. Itt most kitört a polgárháború, ha Siegfried már itt... Siegfried át van öltözve. Nagy veszteséget szenvedtünk a mocsárban a Skoyatelek ellen. El vagyok keseredve. De itt egy új csapat.
csatlakozz hozzánk. Kérlek, hagyd abba a másfajúakkal való alkudozást. Megfontolom. Miért jöttél? De hogy fontolom meg? Te mit csinálsz itt? Még mindig a posztodon vagy. Dolgozz keményen, játsz keményen. Van valami ötleted, mi legyen az új egységem neve? A kemények. Csavargók. A pusztítás lángoló. Ez a te munkád. Ez a te munkád. Igen, nem kellene téged munkával terhelnem. Nem vagyok jártas a kolostori nevekben. Megvan. Vastűz. Vagy vastűz. Káprázatos. Lángoló vas. Eldöntöttem. Miért vagy itt? Kíváncsi vagyok a hadijog bemutatására. Fel kell készítenem az egységemet. Szükségem van azonban más segítségre is. Miben? Emberek tűntek el a város temetőjében. Járj utána ennek. Lesz valami fizetség cserébe? Természetesen igen. A rend hálája mellett. Azt senkit nem érdekel? Pénz? Megnézem. Úgyis oda megyünk, srácok. Imádkozom, majd érted. Úgyis oda megyünk, srácok, úgyhogy ezt felvesszük. Tudsz valamit a... Csak azt, hogy az emberek nagyon félnek oda merészkedni, mivel a temető nem lehet elérhetetlen a város. Igen, pont ezt akartam mondani, egy elég érdekes temető, hogy gúlok és algúlok járják a temető, konkrétan senki nem mer bemenni. És most akkor már nyitva van a temető, tehát most már akkor megyek be, amikor akarok? Most már kulcs nélkül is be lehet menni. Eddig nem lehetett. Harapás nyomok, karmolás, velőtől megszabadított csontok. A gúlok műve. Egyértelmű. Itt ez nem tudom mi. Ez mi volt? Ide kell tenni egy ilyet. Második szenzor is el van helyezve, közben a főküldetésünkkel is haladunk. Ez egy algul, mivel tüskés. Ha nem tévedek, persze lehet, hogy volt már olyan. Lehet vele dumcsizni. Menjél. Hoppá, hová tettem a jó madarom? Soha nem láttál még gult. De hülyeség az a második válasz. Geralt, sosem Geralt, mindig nem. Tehát értelmes lényeket nem ölünk. Olyat nem, aki még beszél. Olyat nem, amelyik beszél. Vagyis amelyik beszél. Nem akarom magam dicsőíteni, de én különleges vagyok. Mint a majomszar. Jobban szeretnek csak morogni. Találtam néhány emberi holttestet. Nem én voltam. Nem eszek élőket. Ha megkíméled az életem, elmondom, ki tette. Mondd. Rendben. Azok a hegyes fülűek kirabolják a sírokat, és elvisznek mindent. Bárki, aki az útjukba áll, megölik. Ilyen hegyes a fajták békén hagyja őket. Borzalmas ízük a tündék? Van, és ellátnak minket élelemmel. Köszönöm. Most pedig tűnj el. Öröm volt. Neki nem mutatom meg. A gúlnak. Nem lehetett neki megmutatni. Előkekedően tűnnek, hogy végezhessek velük. Én nem akarok tűnne kommandókat ölni. Meg kéne őket kérni, hogy menjenek a... üzébe, a fenébe innen. Ott egy nő teteme. Egy fecske. Nincsenek harapásnyomok, csak szúrcsebek, vágások, tőrök nyoma. Konkrétan kivégezték. Gyönyörű. Mi volt ez a hang? Ide is beszivárogtak a mókusok? Bebizony! Mókusok és kupecek! Most már ezt a kaktuszszerű valamit is itt fel lehet... Ott vannak! Azt ezt a lángoló rózsa nem látta, hogy itt áll egy grúp egyébként? Cső gyerekek!
Mit akarsz? Gyilkosok. Nézd meg a várost! Megszállta egy bűnös faj. Küzdünk a túlélésért. Kétlem, hogy hosszú ideig fogsz élni. Minket fenyegetsz, miközben 6 majom ember a kriptában ragadt? A gúlokkal? Ha megölsz minket, nem érsz oda időben. Válasz, mutáns. Nem hiszem, hogy itt tényleg be vannak rekedve. Szerintem átvertek, de meg fogom inkább nézni. Megnézzük. Vakegér gameplay incoming. Nem is ragadtak be ide az emberek, átvertek a kupecek. És a mókusok, fogadjunk. Aha, nincs itt semmi. Gondolhattam volna. Az a baj, vannak tündék, akikbe tök jól meg lehet bízni, meg vannak, akik állandóan átcsesznek. Konkrétan az orromig nem látok. Te kacsár. Rombjuk el, nem kell. Miért tette Gerát a fákját? Az a baj, nem akarok meginni egy macskát ehhez, hogy itt járkálgatok jobbra-balra. Nincs is itt semmi, ezek átvertek. Semmilyen majom ember nincs ide beszorulva. Gondolhattam volna, nem mertek megküzdeni egy Witcherrel, ezért átverték. Valahol értem én, de amúgy egyébként szemétség. De azért végignézem, hát ha mégis. Nem, nincs itt senki. Ott egy algul. Ó! Nem vertek át. Jó. Megmentettél minket a biztos haláltól, köszönöm. A tündék itt hagytak minket a szörnyek martalékául. Ígyethetik a szörnyeket. Attól tartok, a barátaid meghaltak. Szörnyű sikolyokat hallottunk a folyosó felől. A szörnyek biztosan... Ki innen? A többségüket megöltem. Köszönet Melitelének. Te pedig légy áldott. Na ez olyan Geráltos volt most. Ez olyan Geráltos. Tehát végül is nem öltük meg a kupeceket, nem öltük meg a beszélő értelmes gult. Ez olyan Geráltos. Üljem. Na jó. Akkor menjünk ki innen. Miért tette el a fákját? Miért teszed el a fákját? Ki kéri, hogy tedd el? Innen hogy lehet kijutni? Erre? Ja, igen. Hop-hop. Hát te! De miért támad meg? Nem értem. Nem értem most miért támadott meg. Eddig semmiből nem volt velem. Vagy ez egy másik volt? És az értelmes, akivel beszéltünk, azzal már valójában nem is, az már valójában innen el is ment. Na mindegy. Tolunk egy mentést.
Remélem, hogy itt lesz még egyébként Siegfried, és tudja, hogy innen kiszabadítottunk egy csomó mindenkit. Na, itt van. Hello. Hallgatlak. Foglalkoztam a temető ügyjel, de... Mi történt? A beszélő gúl mellett az Skojatelek is szerepet játszottak a sírok kirablásában és az útjukban állók elpusztításában. Egy beszélő gúl? Talán túl sok főzetet ittál. Mi történt? Megmentettem az ott lévő embereket, de a gyilkosok elmenekültek. Örök tűz. Igazi lovag vagy. Egyet se félj, az egységeim majd elkapják a gyilkosokat. Nem értem. Ártatlanokat mentettél meg, ennél jobbat nem is cselekedhettél volna. Ezért külön fizetséget érdemelsz. Helyes. Büszke vagyok rád. Máni. Mennyi? Mennyi? 5000 orán? A 400 orán. Nem is rossz, srácok. Nem is rossz. Nem is rossz. Most léptünk is szintet. Tök jó. És útközben meg is csináltunk egyet. Oké, mit mondott nekünk még? Még egy van hátra, tehát akkor kereskedő negyed, templom negyed és a temető. Tehát még a templom negyedben. Városi csatorna. Még a templom negyedben, de várjunk, a temetőn keresztül ki lehet menni a templom negyedbe szerintem. És akkor a templom negyedbe kellene még egy érzékelőt elhelyezni. És ha meg is vagyunk vele, akkor okés, akkor mehet tovább a főmisöm. Ugye? Itt ki lehet menni a templom negyedbe. Kereskedő, kripta. Ha. Nézzük meg akkor a kereskedő negyedet, hát hogyha onnan könnyebb van a templom negyedbe jutni. Nem tudom, hogy merre van a templom negyed, ötletem sincs. A piros nyilat követni a minimapon pedig nettó hülyeség. Most vagy a templom negyedben. Az ott a templom negyed? Oh shit. Ja, az a templom negyed. Akkor viszont tudom, hogy hova kell letenni a szenzort. Mit az? Miért zöld? Az meg sárga. Loot. Loot. Akkor vissza. Ja, azt hittem lehet ugrani, megnyomtam, hogy néha teljesen rám jön ez a space nyomkodás, hogy megpróbáljuk ugrani, de aztán mindig rájuk az Aurora miatt nem lehet ugrani. Jó, bocs, már egy csomót megöltem. Mindegy, azért most már csak megölöm. Akkor már viszont tényleg tudom, hogy hova kell menni, mert akkor ott van a kriptánál egy dombormű, amibe bele lehet tenni ezt a szenzort. Templom negyed, tényleg ez volt a templom negyed. Valamiért úgy emlékeztem, hogy ez óvizima, de ez nem óvizima, óvizima le is van zárva. Ugye, ahol a másfajú a gettója van. Ez a templom negyed. Oké. Úgy emlékeztem, hogy ez itt óvizima. Na mindegy. De sokszor eljöttem már itt, atyaisten. Itt már annyiszor végig voltam rángatva, hogy az őrület. Ez az. Mondjuk gyorsabban ide tudtam volna jönni, de mondjuk nem, mert végül is úgyis szerettem volna végigjárni az új helyszíneket, szóval mindegy. És akkor ebbe egy szenzort bele kell tenni. Beszéljünk Trisszel. Hogy jutunk el Trisshez? Ha itt végig jövünk. Oké. Biztos a penész miatt zöld, ja. Ja. Hát ezekből a gúlokból egyébként rengeteg van. Így a város szerte, tehát éjszaka is. Ott a temető az hemzseg tőlük, de most már úgy látszik, hogy itt a Chapter 3-ban napközben is kint vannak. Vincent nincs itt. De ott van.
Oké. Elmegyünk a kétszínű barátnőnkhöz. Aki éppen össze-vissza kamúzik nekünk, hogy mit csinál, meg mit nem. Igen. Bezzeg most tud vihar lenni, az előbb meg nem tudott a mocsárban az Istennek se vihar csinálni. És akkor itt van a sarkon, aha. Natalis tér. Oké. Hello, Triss. Geralt? Ó, átöltözött. Elhelyeztem az érzékelőket. Tudom. Már meg is találtam az anomália forrását. Na csak. És mi az? Egy Alvin nevű fiú. A Lebióda kórházban. Hogy lehet egy gyerek a forrása? Mi? Hatalmas ereje van. Bizonyára az ősi vér csörgedezik az ereiben. Mi? Az lehetetlen. Ősi vér? Ahol csak Ciri van. Vissza kell fognunk Alvin pusztító képességeit. Gyorsan, hozd ide a kórházból. Mi? El fogják velem engedni onnan. Zsani barátnőd nem akarja átadni nekem. Fogalma sincs, mi történhet az egész várossal, ha kikerül az ellenőrzésünk alól. Ő a te barátod, győzd meg! Nem leszek hálátlan. Nem értem, hát nem úgy van a könyvek szerint? De hát úgy van. Hát ősi vérből egy van. És az öröklődik, tehát abból nincs egy csomó. Viszlát. Alvin, hogy? Alvin, hogy lehet az ősi vér? Az ősi vér, az Ciri. Na mindegy, szerintem úgy tévedt Triss, biztos vagyok benne, hogy nem ősi vér az Alvin, hát ez nem lehet. Cyrilla az ősi vér, de mondjuk itt Geralt meg nem emlékszik Cyrille, gondolom az amnézia miatt. Meg van Cyrille szó szedet? Nincs. És más néven? Nem. Nincs is Ciri-ről szó szedet, akkor nem is emlékszik Ciri-re itt Geralt. Teljesen amnéziás konkrétan. Ja, hát Yennefer-re sem emlékszik. Nem emlékszik semmire. Mondjuk az még mindig nem derült ki, hogy hogy került ide vissza? De miért kell ezt minden streamben eljátszani? Miért? Könyörgöm! Szia, Domanton! Pont jókor jössz! Most szad ki a játék. De miért? És minden streamben, minden egyes streamben lefagy egyszer a játék. Mindig. Állandóan kilódunk ezzel a hülyeséggel. Könyörgöm, hát... Hát volt idő bepecselni a játékot. Na mindegy. Ki tudja, hol volt a mentés? Ó, jó helyen volt a mentés. Azt tudnám, hogy ilyenkor mitől omlik össze a játék. Úgy megnéznék egy crash reportot, hogy vajon mi az, amitől omlik. De melyik részét nem tudja tovább vinni. Nem kéne itt lenned, fehér. Jó, tudom, Aurora motor, tudom. Azt is tudom, hogy egyébként a játék az, amikor még nem volt az Enhanced Edition, akkor ez 10-12 percenként megtörtént. Ó, szia, Shani! Mit kerestél a boszorkány házában? Kufircoltunk. Ha nem lenne Triss, valószínűleg már halott lennék. Megismered ez a kevésbé érzékeny oldalam, ha hazudni próbálsz. Mi hozott el? Egyet volna azt mondja, amit én. Az a boszorkány megpróbálja elrabolni az egyik betegemet, Alvint. Mit tud ő a gyereknevelésről? Mindenki tudja, hogy nem lehet saját gyereke. Nem akarom, hogy rátegye a mocskos mancsát a gyermekre. Ördög tudja, hogy mit akar vele művelni. Mondd el neki, hogy Alvin nálam marad. Azt szerinted minket érdekel, mi? Egyszerűbb lenne, ha meg tudnátok egyezni. Egyszerűbb vagy sem, te jobban ismered őt. Kérlek, hozd el Alvint hozzám.
Oké, adj egy csókot. Ne. Sanyi azt akarja, hogy vigyem el hozzá a gyermeket. Az mit ugráltatok itt engem jobbra-balra? Mert hol van a gyermek? Úgy vannak a kontraktok. Holy shit, man. Ajajajajajajaj, itt aztán van mission bőséggel. Körözés, kocka, aha. Sanyi ezt akar... Találkozott a Tristan szinte Tristan megkérdezett a kategóriát a fiúval. Megkérte, vigye már hozzá, a fiú a Labodia kórházban van. Hivatalos vagyok az új Narakord béli fogadásra. Tristan. Majd arra is elmegyünk, de most még nem... De várjunk, az fő mission? Ha az fő mission, puccos fogadás, tehát akkor azt nem tudom kihagyni. Ugye? Tehát ha most a puccos fogadást nem csinálom meg, akkor később még most nem csinálom meg, majd megcsinálom valamikor, de nem most. Alvinak nincs köze az ősi vérhez, de neki is van egy ritka mágikus adottsága. Aha. Azért mondom, mert nem igazán lehet ő ősi vér, ugye konkrétan le van vezetve. A könyvekben konkrét családfával le van vezetve, hogy ki az ősi vér. És Siri hogyan tudott ebbe belekerülni, tehát ki a Siri. Egy nagyon-nagyon ősi családnak a sarja. És hogy ez az egész hogy alakult ki, ugye kiderül, hogy Siri egyébként milyen részben tünde? Minden más fajú egyforma. A tündék a legrosszabbak. Megvetem azt a csürhét, mióta a lányom... Ez Kakörcsin. Geralt! Már mindenhol kerestelek. Nem gondoltam volna, hogy Natala nővérben ennyi szenvedély lakozik. Dandelion. Oké. Okay. Éppen Natalához tartottam, hogy sziporkázó beszélgetés közben elbűvöljem, és ekkor megláttam, hogy két magas, fura kinézetű alak egy üvöltöző gyereket cipel magával. A nevén szólították, talán Akin, vagy Apin, vagy valami hasonló volt. Alvin. A francba. Miatta jöttem ide. Ja, mehetünk vissza. Akkor büszke leszel rám. Úgy döntöttem, segítek a kölyöknek, és követem azokat a haramiákat. Egy házhoz cipelték. Igazad van. Lenyűgöztél. Mondtam, a ház a másfajúak körzetében van. Kövess, siessünk! Gyorsan, Geralt! Hát itt vagyok.